Mindenképpen Isten vezeti az életemet. Mindenképpen igyekszem úgy élni a mindennapjaimat, hogy Istent előtérbe helyezve. Ez megnyilvánul, úgy érzem, olyan téren, hogy ha például egy napomat így elmondanám, hogy reggel, amikor felkelek, akkor az első dolog az, hogy előveszem a Bibliát, és addig nem kell, mivel olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkahelyem otthon van gyakorlatilag, de addig nem kezdek el dolgozni, míg az aznapra rendelt igeszakaszt el nem olvasom a Biblia olvasó kalauzból, illetve az ahhoz tartozó magyarázatot, és a reggeli ima után kezdek el dolgozni. A nap végét is, a munkanap végét is úgy zárom le, hogy ha tehetem, és igyekszem úgy formálni a napjaimat, hogy este pedig előveszem a Bibliát, és saját ütemben, ahogy lehetséges, olvasom. Minden napjaimat valóban igyekszem reformátusként élni, református magyar emberként élni, ahogy itt a gyülekezetben magunkba szívjuk ezt a létet, ezt a, mondanám, hogy inkább tudásnak, amit a lelkipásztorok, illetve a testvérek körében is látok példamutató életükből, és amikor annak idején az eljegyzésünk volt, akkor egy ilyen fogadalmat tettem, nem a feleségemnek, hanem inkább Isten felé, hogy hogy is szeretnék élni, és annak mindenképpen a hűség volt első pontja, és az utolsó is, mert gyakorlatilag már azután nagyon sokszor gondolkoztam ezen az egészen is. Összefoglalva az egész úgy néz ki, hogy nagyon fontos az, hogy hűségesnek lenni Istenhez. Hűségesnek lenni a hazához, hűségesnek lenni a családhoz, hűségesnek lenni a barátokhoz. És végülis az ötödik pont az, ami a legeslegfontosabb ebben az egészben, mert ehhez a hűség fogadalomhoz mindig hűségesnek kell maradni. És számomra a reformáció, hogy így visszakanyarodjak, végülis ebben az öt pontban valahol össze is van foglalva a saját szavaimmal, mindamellett, hogy nagyon sokat nyújt nekünk Istenben hívő embereknek a reformáció, mert hogy közvetlenül érintkezhetünk Istennel ima által, és minden nap megszólíthatjuk akár örömünkben, bánatunkban, és aki valóban komolyan veszi ezt az egészet is, és hittel és odafigyeléssel imádkozik, választ is kap a mindennapjaiban, a történésekben. Isten megmutatja magát az élet minden területén, akár mint egy kisebb csodákat, amiket művel körülöttünk, amire nem számítunk, és mégis olyan szép dolgokat, megmutatja magát, mint gyógyító, megmutatja magát, mint vezető, hogy életvezető, és ettől nem is szeretnék úgy eltántorodni, ettől az életfelfogástól, ettől a hittől gyakorlatilag. És bár bevallom, hogy még olyan nagy próba elé nem voltam állítva, mint sok más testvérem, aki példás életével bizonyíthatta azt, hogy milyen komoly az elhatározás, és milyen komoly a hitben, milyen komoly alapokon nyugszik, de bízom benne, hogy ha egyszer oda kerül a sor, akkor igyekszem én is, hogy megálljam a helyem.